Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket. Mária vagyok, és szeretnék beszámolni nektek a tapasztalataimról, amit a 21 napos kihívás során szereztem. Ugye 21 napon keresztül a karmikus tisztító víz fogyasztásával kapcsolatban szeretném elmondani ezeket a tapasztalataimat. Amikor elkezdtem fogyasztani, hát kíváncsian vártam, hogy mi az, amivel többet tud, vagy mit tud még pluszba hozzátenni a karmikus tisztítóvíz, ugyanis én eddig is használtam minden eszközt, amit az Anamé programban megtalálható, az összes kristályt, az összes vizet folyamatosan régóta fogyasztom, illetve természetesen hát napi több óra gyakorlás, és hát kíváncsi voltam, hogy milyen változást fog okozni a karmikus tisztítóvíz fogyasztása. Hát első alkalommal, amikor megkóstoltam, hát nem ízlett. Nagyon erős, kesernyés ízt éreztem a torkomba, sőt, még második nap is, és érdekes jelzés volt rögtön a szervezetem részéről, a torkom felső részében, meg a nyelvgyök területén, amit azért eddig nem annyira éreztem ezeket a területeket a gyakorlások során, ilyen erős zsibbadás, bizsergő érzés jelent meg. Aztán észrevettem, hogy a régi tisztulási tüneteim, amiket már azért lassan el is felejtettem, mintha újra megjelennének, felerősödnének. Ezek főleg a csípő körüli izmok, a csípő fájdalom, a lábfájdalom. És közel sem volt olyan erős ez a jelzés, ez a fájdalom a testem részéről, mint annak idején, de kívánta a figyelmet, és azt vettem még észre, hogy fáradékonyabb, olmos érzet, nehéz érzet van a testemben, és hogy egy kicsit vissza kell fognom magam, többet kell pihennem, jobban oda kell figyelnem az étkezésre. És hát ez újdonság volt, mert ezeket már majdnem, hogy el is felejtettem ezeket a tisztulási tüneteket. És a fizikai szinten még azt jelezte a testem, hogy feszültebb lenne, mint hogyha az a tér vagy a testem nagysága kevés lenne, szűk lenne számomra, és főleg a testem hátsó felszínén egy olyan feszítettség érzet volt napokon keresztül, mint ha valami erős kéz vagy marok így hátulról összemarkolta volna. Hát természetesen fogyasztottam tovább a vizet, és természetesen végeztem a gyakorlatokat, és közben figyeltem, hogy milyen változások, illetve hogyan fognak ezek a megjelent tisztulási tünetek, hogyan változnak, oldódnak le. Ugyanakkor azt is észrevettem, hogy érzelmileg stabilabb, nyugodtabb vagyok. Nehezebb helyzetekbe, élethelyzetekbe, vagy olyan emberi kapcsolatokban, amik számomra nem annyira könnyű, azt vettem észre, hogy nyugodtabban, kiegyensúlyozottabban tudok jelen lenni. Tudom képviselni azt, ami számomra fontos, anélkül, hogy érzelmileg belevonódnék, vagy harcolnék, vagy vitatkoznék. És ez nagyon jó volt így megélni, megtapasztalni, ezt az érzelmi stabilitást. És hogy igaz, hogy érzelmileg nem vonódtam bele a különböző helyzetekbe, de ugyanakkor mégis éreztem azt, hogy sokkal nagyobb nyitottsággal és szeretetteljesebben tudok kapcsolódni, és ott lenni ezekben a nehezebb helyzetekben. Azt is észrevettem, hogy koncentráltabb, fókuszáltabb tudok lenni, és ezáltal valahogy a napi dolgaim, tevékenységeim sokkal hatékonyabbak tudnak lenni. Több dolgot, több mindent rövidebb idő alatt el tudok végezni, és hát ezt úgy nagyon élveztem, vagy élvezem, hogy ezeket így észreveszem, és ezekre így rálátok. És természetesen hát tovább folytatom én is a 21 napos kihívást, már elkezdtem a következő 21 napot, és nagyon kíváncsian várom, hogy ti is, akik elkezdtétek a karmikus tisztító víz fogyasztását, hogy miről fogtok beszámolni, és milyen változást hoz, mind fizikailag, mind érzelmileg, mind az életetek körülményében. És nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és minden jót nektek. Sziasztok!